Sziasztok, ez itt a Gaming the Big, ez pedig itt egy Mikulás napi különkiadásos Grand videó lesz, amit egy kis paklibontással kezdünk, aztán pedig megmutatom nektek a legújabb paklimat és kipróbáljuk. Lássuk! Nos, tehát akkor itt vagyunk a kegnyitás küszöbén, és 7 hordó áll rendelkezésre, pont ennyit lehet venni 9 euróért a 7-es csomagban, mert mondtam nektek legutóbb, hogy szeretném egy kis összeggel megtámogatni a fejlesztőket majd, mert annyira tetszik a játék, hogy úgy érzem, hogy ennyit megérdemelnek, és az a 7 hordó az pont nem fogja elrontani a játékot, mert nem olyan, mintha 40 hordót nyitnék ki, vagy 60-at, amennyit eddig összesen nem nyitottam ki. Na, de akkor nézzük meg, hogy mi van az első hordóban. Oké? Na, és akkor remélem azért legalább egy aranylap becsúszik majd ebben a 7 hordóban, de meglátjuk, mert végre sosem tudhatjuk, hogy mikor van szerencsénk. Oké, ez megvan, jó lesz törni. Nekerünk van. Ilyenünk is van, ezek mind törőlapok, hát lesz miből craftolni. Oké, ebből nem tudom, lehet, hogy ebből nincs, de nem is szeretnék, jó. Na nézzük akkor. Mindegyikből van, megint az, hogy lesz mit törni talán, de igazából nem, mert szerintem a Siege supportot fogom felhasználni. Jó lesz majd a Northern Rooms pakliba. Jó. Jó, hát ez nem volt egy nagy nyitás, törőanyag lesz belőlük. Oké, jöhet a következő. Mondom, egyetlen egy aranylapot kívánok, ennyi az egész, amit szeretnék. Na, Squatter lapok, van. Megvan. Lehet, hogy megvan. És ez tuti megvan, oké, megint lesz mit törni. Ez egyre gyakoribb, és azt hiszem, itt már vannak ez is lapok. Ó, és ezek aranyszínűek ráadásul, itt a sarkában jelzi a ritkaságukat. Oké. Azt mondja, 5 kör után egy erőt levon az összes nem arany egységtől. És ezt az embert visszavetett a kezedbe. Ó, na nem rossz. És ráadásul ez egy semleges lap, bármikor használhatom. Illetve bármelyik pakliban. Oké, a graveyardból eltünteti az összes nem aranylapot, és mindegyik után kap egy erőt. Az utolsó körben kijátszani nagyon-nagyon király lehet egy szörnyes pakliban. Elvégre ne felejtsük el, hogy a szörnyes pakliban nagyon sok hulla lehet. Ugye, hogyha rengeteg pókunk van meg, nekkerünk meg akármi, úgyhogy ez egy nagyon erős lap lehet, hogyha a végén játsszuk ki a játéknak, és egy ilyen túltolt szörnyes pakliban használjuk. Oké, nem rossz, lehet, hogy ezt kiválasztom. És aztán nézzük csak. Igen, ezt ismerem. Ezt szeretném. Szeretném erősíteni a Squatter paklimat, mert az lesz a következő szerintem, amire rágyúlok, úgyhogy azt hiszem, ezt fogom kiválasztani. Mert a szörnyes paklimat nagyon-nagyon csábító, mindegyik jó a francba. Jó, legyen ez. Jó, oké, a Squattert erősítjük. Na. Oké. A Squatternek a lapjai nagyon tetszenek egyébként, most nem Squatter paklival fogunk játszani majd, de valószínűleg az lesz a második paklim, amire rágyúlok. Queensguard megvan, Necker van, jelen is van, River Scout talán nincs 3. Na nézzük. Aha, hát egyértelműen az Epidemic lesz az, amiből veszem, mert ebből nincs 3, egyébként ez egy rossz húzás, oké. Na, jó, hát még van 4, jöhet a következő. Gyorsan végigpörünk ezeken a ládákkal, aztán jöhet a játék. Ez nagyon király, azt hiszem ebből... Ja nem, ebből van 3 a francba. Á, mindegy. Jó, hát ezek... Hát, köszönjük, ez így mind megvan, oké. Rengeteg craftolóanyagom lesz. Na és ez már érdekesebb. Á, Warlong Ship, nagyon király, kell a paklimba. Nagyon jó, gondolkodás nélkül kiválasztom. Jó, jöhet a következő. Kalusz kapitányt szeretnék mindítni egyébként, majd. Foglatom van warriorom is, ebből azt hiszem van 3, hát és ebből mindig van. Ilyen automatikus törés betehetnének a játékba, és igenis a Mahakam Guardot fogom akkor kiválasztani, mert ezekből már van 3-3, jó. Igen, szóval egy automatikus mild betehetnének a játékba, szóval ha már a 3 fölött nyitok kártyát, akkor azt még nem lehet összezűzni automatikusan, nincs értelme megtartani. Finden van, Poor Infantrym van, jelen is Andrajnásom is van, és azt hiszem ebből is van elég. Na mindegy. Aha. Hát a Huntert kiválaszthatnám. A Huntert választom. Nem fogom használni, de a Huntert választom. Jó. Na és akkor az utolsó hordóhoz értünk. Hát volt egy jobb húzásom, egy ezüst körös húzás, az igaz, de én nagyon szeretnék egy...
egy aranyat is látni, úgyhogy gyerünk mindent bele. Oké. Mennyire jó már? Egy ezüstlap, egy sima ezüstlap, oké, egy 10-es erősség és semmi más nem tud, valószínűleg nem fogom használni, de mennyire jó, az alapkörben volt egy ritkább lap. Oké, ezek meg megvannak. Igen, szerintem még ez is talán. Na nézzük, nézzük, most legyen még egy kis szerencse. Mindegyik megvan a francba, és jó, hát akkor Commander's Horn, és akkor legalább megjegyzem, és ezt tudom törni. Na, jó, akkor ennyi lett volna a nyitogatás, és akkor nem sokára megnézzük a paklimat, most még egy kicsit rendezgetem a lapokat, bezúzom, amit kell, hátra tudok venni valamit, és azután megmutatom nektek a legújabb Skellige paklimat, amit összeállítottam. Nos, tehát akkor itt vagyunk, bezúztam, amit be kellett zúzni, van 315 kraftoló pontom, és én úgy döntöttem, hogy most egy ilyen 200-as lapot akkor bevásárolok magamnak. Vannak sokkal jobb lapok, amikre még szükségem lenne, de azok majd később fog spórolni. Most szeretném a paklimat minél jobban felturbozni a jelen pillanatban, úgyhogy egy ilyen restoration-t fogok választani. Nagyon jól fog jönni a paklimba, mert van mindenféle újjáélesztő lapom már, az kell így a pakliban, úgyhogy akkor ezt lekraftoljuk 200-ért. Ez különböző módokon használható, elég erős, és legyártok még egy ilyen kapitányt, mert a fenéért se tudom megszerezni a többit, úgyhogy kettő minimum kell. Jó. Ja, opá, a francba, majdnem billeltem. Igen, az eléggé ciki lett volna. Na szóval akkor 80-ért legyártjuk, elég sok érte, bronzlapokat nem szívesen gyártuk, ez az első, amit gyártok szerintem. Na, de akkor nézzük magát a paklit. Egy kicsit bajban vagyok még mindig a pakli összeállításban, nem egy erős pakli sajnos, de valamiért ezt kezdtem el építeni, és úgy voltam vele, hogy akkor már maradjunk ennél. Na szóval akkor így néz ki a pakli, több lapból áll, mint kéne, és most kezdhetek gondolkodni azon, hogy melyik szürke lapokat, ezüstlapokat vegyem ki belőle, mert vettem ugye ezüstlapot. Na, akkor azt mondja, szerintem Holger Blackhandet fogjuk kivenni, mert az újjáélesztés, a discard lap, a Dimeritium bomba és a Commander's Horn is egy nagyon jó lap, így a kis Kalóz bácsit fogjuk kivenni, és akkor berakjuk az újjáélesztést a helyére. Na, és ugye amit még vettem, az maga a Kalóz kapitány, amiből már van egy, de akkor belerakunk még egyet. Kivesszük viszont a Brock War Hunter-öket szerintem. Hát ez egy ilyen próbálkozás volt, ami nem igazán volt sikeres, és a longshipeket viszont berakjuk. Na, szóval akkor most így néz ki a pakli, 29 lapból áll, ami egy kicsit több, mint a 25, ugye az ajánlott minimum némely esetben. De ennél a paklinál, mivel egy-két lapot ugye eldobok, ezért lehetséges, hogy jól jön ki majd az eredmény. Na, a lényege ennek a paklinak, hogy dobáljuk a lapjainkat, és a többi lap arra reagál, hogy mi eldobunk lapokat, vagy a kezünkből, vagy a paklinkból magából, a graveyardba, és aztán onnan akár újra is élesztetjük őket, ezért van pár újjáélesztő lapon, konkrétan három alapbronz újjáélesztő lapom, és itt van, hát ez egy ilyen ezüst lap, ami újjáéleszthet bármilyen lapot, olyat is, ami medik, ami azt jelenti, hogy akkor fejlesztetek egy ilyet is, aztán azzal is élesztetek egyet, plusz újjáélesztetek ezüst lapokat is. Mert ezekkel csak bronzlapokat élesztetek újjá, úgyhogy ez egy kifejezetten erős élesztő lap. Plusz itt van a Restoration, ez is ugyanazt tudja, csak ez ahelyett, hogy egy kettő erősségű lényt hozna le, megerősíti kettővel az adott lényt, amit újjáélesztettem. Gyengébb lap szerintem, mint ez a Sigrdrifa, de a lényeg az, hogy ez kap mindig erőt, hogyha valaki éleszt. Tést hajt végre. Szóval, ha elkezdek élezgetni, akkor folyamatosan nő az ereje, ami tök király. És a Queen's Guard is egy nagyon erős kombó, mert hogyha ezeket elkezdem lehozni, és egymást felélesztik, akkor szintén kap életet. A Sigrdrifa. Na, szóval jelenleg így néz ki a pakli, vannak hibái, azt hiszem, de például nincs benne elég aranylap, mert például Zoltán nem tudom még mindig mit keresi, tökre nem kéne, azért van benne, mert nincs jobb. és erősebb, mint Geralt, mert tud sebezni, szóval némely esetben jól jön, és nincs elég olyan lapom, amivel sebezhetném az ellenfelet, amivel így kordában tartatnám a növekedését, szóval ez is egy nagy hátulütője ennek a paklinak. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy ki kéne vennem mondjuk a Skirmisher-t belőle, de egyszerűen néha annyira erős tud lenni, hogy kell, én úgy érzem, kell. De hát meglátjuk, mire megyünk vele, mert nagyjából ez lenne a cél, ezek a kártyák nagyjából egymáshoz passzolnak, talán a Queen's Guard egy kicsit kilóg a sorból, mert ezeket úgy érdemes diszkárdolni, hogy oké, diszkárdolhatok kettőt, a harmadika visszahozom mindet.
és egyébben élesztek is, amivel erősítem ezt, szóval vannak itt összefüggések, csak nem túl erősek. Szóval láttam én a sokkal durvább paklikat, amik sokkal jobban összerakták magukat, ez az én hibám, én ezt most így tudtam összehozni, de akkor ezt így elmentjük, és akkor megnézzük, hogy ez így hogy alakul. Ja igen, és a fő grapekom az ugye az, akit vásároltam, Mr. King Bran, aki egy nagyon-nagyon gyenge lap szerintem, de mégis illik ez a paklihoz, mert azt tudja, hogy eldobok két lapot a kezembe és húzok egyet. Tök jó. Na. De hát ez a paklihoz, ez illik a dobálunk, úgyhogy ja, ezzel fog próbálkozni, aztán meglátjuk. Ja igen, és a francban nem is mutattam meg az aranylapot, amit vásároltam, pedig 800-ba került, és azt sem nagyon értem meg, mint kiderült, szóval szerint, vagy hogy hívják. Azt tudja, hogy ha bekerül a graveyardba, akkor ezüst lappá változik, vagyis vissza tudom hozni egy élesztéssel, viszont a Queensguardok minden egyes lejövetelükkor erősítenek rajta egy pontot. Ami tök jó, mert végül is elég erőssé fel lehet nyomni, de ha azt vesszük, hogy mindhárom Queensguardnak lent kell lennie ahhoz, hogy 11-es erősségű legyen, és aztán ha azt teszünk, hogy generátor magából 12-es erősségű, akkor ez nem egy olyan nagyon erős lap. Annyi, hogy vissza lehet hozni az életbe. Oké, köszönjük. Meg aztán lehet turbózgatni, meg mindent lehet vele csinálni. Szóval... Oké. Jó. Nem tudom. Szóval oké, én annyira nem adom, de mindegy. Most ezt is beválasztottam, kipróbáltam, így sikerült. Szóval most egy ilyen pakliba fogunk menni, és szerintem ezzel lesz a legnehezebb játszanom eddig így a Gwent pályafutásom során, de akkor ne szaporítsuk tovább a szót. Nyomjuk neki. Na. Hú. Hát nagyon-nagyon-nagyon csúnya meg szoktak verni néha, az a baj. Szóval... Főleg a Northern Rames-esek. És majd mehet közben elmondom, hogy mire jöttem rá így a lapelőnnyel kapcsolatban, ami egy nagyon fontos tényező a játéknak, és csak most kezdtem ráérezni a lényegére, de akkor most haladjunk szép sorjában, és kezdjük a kártyaválasztással. Na, nézzük csak. Van egy szerink. Cherries? Cherry? Nem tudom, hogy egy cherry. Mindegy. Ceri, úgy fogom ejteni, hogy mondják. Ceri. Hermione, az tök jó, ahhoz kell egy dobólap, az egy az van, a Queensguardból is lehet dobálni, úgyhogy Hermione teljesen jó ebben az összeállításban, az élesztés nagyon király. A Wardlong Ship az most annyira nem találja a helyét itt ebben a pakliban, az a baj, hiszen nincs sok eldobható lapunk, hogy nagyon-nagyon használjuk. Úgyhogy azt mondom, hogy a Wardlong Shipet most kivesszük ebből az összeállításból, majd akkor bent tartjuk. Hát igen, a kalóz az tök jó lenne. Jó, a kalózt benhagyjuk viszont, mert az egy nagyon jó dobólap. Dimeritium bomba nem adja, de hogyha erősíteni magát, akkor mégis tök hasznos lenne. Jó van, akkor mégis a kalózt fogjuk váltani. Zoltán, hát mégis aranylap, úgyhogy megtartjuk, választottam volna rosszabbat is, úgyhogy nem kockáztatok a további próbálkozásokkal. Akkor így néz ki. Az állás. Na, és a lényeg az, ami nagyon fontos, hogyha meg akarjuk nyerni az első kört, akkor a legkevesebb lapkihozás árán kell a legtöbb pontot letennünk az asztalra minden egyes körben, és nem szabad elhasználnunk a nagy kombóinkat, azokat a kombókat, amikkel megnyerhetjük a játékot. Most jelenleg én nem tudom, hogy mivel nyerhetném meg a játékot ezzel a paklival, nincs meg a végső kombóm sajnos, de azt tudom, hogy ez az Hermione, ez egy nagyon erős lap, hogyha lehozom az első körben. Ezzel nagy előnyt. Két Warlong Ship, bakker! És miért pont most, amikor most diszkárdolok éppen, és ezek akkor aktivizálódnak, amikor diszkárdolok? Úristen, de rossz. Jó, és akkor a Queensguardot fogjuk eldobni, azt hiszem, hogy úgyis visszajön majd. Ja. Jaj, nem király. Szóval igen, most nem állt össze a pakli az a baj, nem állt össze a pakli. Szükségem lenne kalózokra, minimum. Ja, tökre szereznem kéne egy kalózt. Ja, lehet, hogy nekem is ki kéne választanom a megfelelő lapokat, mint King Brand-nál ő megcsinálta. Na, de ő viszont laphátrányba került, mert használta King Brand, és nekem több pontom van, mint neki. Úgyhogy ez egy nagyon jó állás, így eddig, mert addig jó, amíg előnyben vagyok pontban. Na, jó, megtartom a Warlong Shipeket, remélve, hogy a következő körben talán kapok valami olyan lapot, amit eldobhatok, és akkor a Warlong Shipeket végül is használhatom majd. Hát nem tudom, hogy a Queensguard-dal lejöjjek. Lehet, hogy ezt későbbre kéne tartogatni. Nem, lejövök a Queensguard-dal, mert nem egy erős kombó. Oké. Okay. Legalább itt erősödik szépen. Ceri! Na. Ez erős, ez így jó. Fog dobni vajon? Mondjuk nem, ő sem rakta le azokat a kombóit, melyek erősítenék azokat a lapokat, amik akkor erősödnek. Na,
nem rakta le azokat a lapokat, amik erősödnének, hogyha dob. És nem is dobott, jó? Ilyet nem is történt semmi extra, jó? Még mindig erősebb vagyok nála, ami király. Most lejöhetnék ezzel, mert ez egy jó pont nekem. Egyéb kombója nincs, úgyhogy jól csináljuk. Jó van. Szóval a lényeg az, hogy folyamatosan tartanom kell az előnyömet az ellenfelemnél, hogyha azt akarom, hogy ne veszítsem el a laphátrányomat. Mert hogyha egyszer mögé kerülnék, például az ő esetében, ő most mögöttem van pontban, mindkettőnknek, nekem még több lapom is van, de ha én most passzolnék, akkor neki ahhoz, hogy ezt megnyerje, minimum egy lapot még ki kell játszania, vagyis laphátrányba kerül. Ez a kulcs az egészben. Ő ezt ugyanígy nem teheti meg, mert ha ő passzol, akkor én is passzolok, és nem kerülök laphátrányba, nem kell kijátszanom plusz lapokat ahhoz, hogy megnyerjem az adott kört. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy jól gazdálkodjunk a lapokkal. Na jó van. Szóval lejátszott egy kalózt. Az valami sallan kijátszásnak tűnik. Igen, dobálja ki a rossz lapjait. Oké. Hát azt mondom, hogy Zoltánt kéne kijátszani talán esetleg. Igen, tartom az előnyömet, úgyhogy kijátszunk Zoltán, és erősítem a lapjaimat. Így néz szépen. Na, most igazából én passzolhatnék a következő körben, de az a helyzet, nem tudom, mivel nyerhetnék legközelebb. Aha, szóval ő meg veszteségre rendezkedik be. Mert a... a Siri az pont arra jó, hogyha elveszíti a kört, akkor visszakerül a kezébe. Úgyhogy ez egy nagyon jó lap arra, hogy lap előnyre tegyen szert az ember. Mert lesz egy plusz lapja a kör végén, és valószínűleg veszíteni fog az illető. 12 pont az valószínűleg az több annál, mint hogy... Igen, azt egy Geralta döntetre lehetne hozni egy lappal. De ha ő most nyerni akar ellenem, akkor valószínűleg két lapot kell kijátszania. Ha ezt elpasszolom, akkor valószínűleg ő is passzolni fog. Beletörődik a győzelembe, főleg, hogy nem van Siri. Úgyhogy szerintem ezt nagyon könnyen megnyerem, hogyha most passzolok egyet. És ezek a lapok igazából kellenek a folytatásomhoz. Hát a Dimeritiumban meg biztos nem tudom elhasználni. Úgyhogy azt mondom, hogy én passzolok. Ha meg akar nyerni, az nekem azért jó, mert le kell hoznia valószínűleg ennél több lapot ahhoz, hogy megnyerje ezt a kört, és nagyon nagy lesz a lapelőnyöm. Na nézzük. Igen, passzolt, igen, hát nyilvánvaló volt a Siri lehozása után. Jó. Kérdés, hogy neki mi az, amit a második körre össze tud hozni. Nekem meg át kell gondolom, hogy mi az, amit a végére össze tudok hozni. Most ezt a kört nagyon-nagyon nagy hátránnyal be tudom fejezni. Hát, Szeriz? Jó, legyen Szeriz, aztán még jól is. Szerizt visszahozhatom a játék végén, és a Queen's Guard-okat is visszahozhatom a játék végén. Ez egy nagyon erős kombináció lenne ahhoz, hogy megnyerjem a játék végét. Egy-két lappal, ezért az újjáélesztő lapjaimra fogom építeni a játékot. Van nekem három újjáélesztő lapom. Ez elég sok. Úgyhogy most a sallangokat fogom kidobálni, elkezdem a játékot a Skirmisher-rel, mert ez egy ilyen jellegtelen lap. Hogyha megölik, az se fáj. Nem tartozik semmilyen kombináció alá. Igen. Szóval én King Brandt nem szeretem használni pont ezért, mert laphátrányba kerülök, hogyha használom, és ezért nem szeretem, hogyha benn van a pakliban. Hát egyedül akkor szoktam kihasználni, hogyha mondjuk nagyon nagy lap előnyöm van, akkor mondjuk jó. De tényleg az a baj, ez egy olyan lap. Egyébként nem tudom, hogy ő hogy csinálja azt, hogy kihasználta, és ugyanannyi pontunk van. Ez egy kicsit mindig megzavar. Na mindegy, a lényeg az, hogy ő visszahozott ez idő alatt egy kalózt a pályára, minek nem tűnik olyan jó dolognak, jó ötletnek. Na mindegy, ő tudja. Ja, akkor hozzuk a longsheep-eket, és elkezdjük majd megbombázni őket damage-el, amint a kalózokat szépen bezúztuk. És akkor ezek kicsit csökkentjük az ő pontját, és növeljük a miénket. Mert a longsheep az pont azt tudja, hogy két erőt levesz egy random ellenfél nem aranylényből. Fontos, hogy nem arany, mert akkor lehet ezüst is, ugye? És akkor, hogyha diszkárdoltam egy kártyát, ugye? És a kalóz az pont azt csinálja. Miért a kalózokat hozzá vissza? Ezek annyira csak simán damage lapok, tucat lapok. Szóval, hogyha eldobok egy kalózt, akkor az összes kalóz a pakliba bekerül a kukába, és elkezdenek bombázni a hajóimba adul. Ugye, ez végül is egy kombináció, amit használhatunk, de nagyon gyenge kombináció, valljuk be. Szóval az képest, amit a Northern Rims csinál, össze-vissza erősítik egymást a lényeik, megduplázza a lényeit, meg minden, meg
egynél lehozza a többi társát, úristen. Szóval ahhoz képest az, hogy most egy diszkárdolás után sebez nagy kegyesen kettőt a longship, az hú. Jó, mondjuk az igaz, hogy két longshipen van, ami összesen 4 darab lövés lesz, hogyha ezt kijátszom, de jó, hát akkor lássuk, hogy mire megyünk ezzel így. Töf, 4. Na. Ja, hát azért oda pirítottunk neki. De még mindig előnyünk van, előnye van. Na és most a dimerítium bombát nem hozhatom ki, pedig nagy szükségem lenne arra, hogy kihozzam. Igen, és King Bran azért egy rossz lap. Azért egy rossz lap. Mert először kell kiválasztanom azt, hogy mit fogok eldobni. Szóval itt van a dimerítium bomba, ami nekem haszontalan, de itt van 3 jó lap, ami meg tök jó lenne. És akkor most mit csináljak vele, kérem? És hogyha először előre ki kell választanom azt, hogy mi lesz az, amit eldobok, akkor nem király. Mert hogyha felhúznék esetleg egy olyan lapot, amit tudok diszkárdulni könnyen, akkor azt mondom, hogy oké, azt választom. De így előre ki kell választanom, hogy biztos, hogy elbúcsúzhatok egy jó laptól. Ez az én problémám. És szerintem én passzolni fogom ezt a kört. Hát igen, most már nem is maradna időm az a helyzet, hogy kihasználjam azt, hogy... A dimeritium bombát ki kellett volna húznom egyébként a pályára, időhúzás gyanánt, hogy csökkenjen mindkettőnknek a lapja. Most pont az a baj, hogy mivel nem gyűjtöttem elég pontot a játékban, ezért neki nem kell több lapot kijátszania. Szóval nem kerülök lap előnybe. Semmilyen nincs, sőt, hogyha a dimeritium bombát kihúzom, akkor egy tudatosan fix lapomat eltüntethettem volna. Mert nem kell a dimeritium bomba. Na igen, ez erős lehet így a végén. Gondolkodjunk, mi lenne a számomra a legelőnyösebb. Elkezdhetnék élesztgetni, az rendben van. Az élesztés biztos, hogy vele fogom végrehajtani, Sigurdfával. Jó, szerintem ez egy tuti lépés. Nyomjunk egy élesztést vele. Jó, és visszahozzuk Szerit. Mert csak vele tudom visszahozni, meg a másik klapommal. Oké, csináljuk. Ez egy erős lap a végére általában, de inkább akkor jó, hogyha kevés lapunk marad a végére, mert ennyi lapból azért még lehet építkezni. Jó, egy Scorch reális lenne. Oké, megtörtént. Jó, de nem baj, mert visszahozhatjuk. Még mindig visszahozhatjuk. És vissza kell hoznunk, valljuk be. Úgyhogy csináljuk. Erre épül a végső kombóm. Kapott 2 a base strength-hez, mondjuk az király, és ő is erősödött. Annak mondjuk örülök, hogy most már, hogy kim van a Scorch, biztos, hogy nem bánthat. Jó, akkor Freya papnőivel jövünk elő, és visszahozzuk a Queen's Guard-okat az életbe, amik erősítik majd Cerise-t, vagy hogy hívják ezt, nem tudom. De jó. Szóval ez így 37 pont, nem túl sok a végére. Én azt mondom, hogy neki 2 kártyája maradt, és én általában 1 kártyát a legjobb esetben 10 pont növekedésnek tudok be, hogyha nem valami extra kombó történik. És így a végén általában nem szoktak előjönni ezek a nagy kombók, főleg, hogy kevés lap van a pályán az ő részéről, így egy kürt nem érne sokat. Szóval szerintem ezt jó eséllyel megnyertem, de akkor nézzük. Szerintem nyomjunk egy ilyet el, ezt a 2 lapot bezúzom, és kiválasztok gyorsan egy lapot. Ami egy élesztésként jól működne. Hát más nincs is. Ja, egy élesztést simán bevállalhatok. Jó, akkor legyen az. Mert ez erősíti majd Sigurdfát. És miért próbálom kimondani a nevét? Na mondjuk ez 15. Igen, a végén azért nagyon jó kombók szoktak bejönni. Vannak azért jó pár olyan kombók, amik így a végére tartogathatók. Oké. És akkor visszahozzuk a Skirmishert, ez egy hatalmas pont lesz nekünk így. Ez így jó. Szóval én is most 15 pontot csináltam egy lapból, ez nagyon király végére. Na nézzük. Ó, és volt egy kül... Igen, csak hát nem volt sok lény egy sorban, úgyhogy igen, megnyertem királyság. Nyugodtan kivárhattad volna azt, hogy leperegjen az a... Miért nem tud várni 2 másodpercet, hogy szépen fejeződjön be a játék? Én ezt nem értem. Miért kell rögtön rátenyerni, hogy megadom, akkor feladom, kész. Én ezt nem szeretem. Ezt kifejezetten nem szeretem.
Én szeretem, hogyha normálisan megy le egy játékos saját menetében, de mindegy. Szóval, jó, most egy Skellige pakli ellen mentünk, ugyanolyannal, hasonlóval, mint a miénk. Úgyhogy ez nem volt egy nagy győzelem. Ja, de akkor menjünk még egyet, ja, persze, nyilván. Hát, nyomatjuk ezt addig, amíg lehet, és akkor remélhetőleg most a kártyáldobásban majd többet tudunk kamatoztatni, mert ez a játék, amit most néztünk meg, ez a meccs, ez kifejezetten a Queen's Gallokra épült, és a Ceriz-re, vagy hogy hívják. Akárhogy is hívják. Na, de akkor nézzük hát most. Oké, itt a kapitány, itt van egy hajóm, itt vannak az eldobható lapjaim, nagyon király. Skirmisher annyira nem adja, viszont a kalóz benne van. Oké, ez egy nagyon jól összerakott állás most, élesztés azon az mindig jó. Jöhet a Clear Sky-t fogom most cserélni, azt hiszem. Ó, egy újabb élesztés, mindenképp tartom. Skirmisher az valahogy kilóg ebből. Hát a Scorch az mindig jól jön. De lehet, hogy a Scorchot beáldozzuk. Ja, nincs eldobó lapom a francba, csak a fő lapom van meg. Jó, akkor azt hiszem a Skirmisher lesz a barátunk, akit eldobunk most. Bár az igaz, hogy ráépítetek egy befejezést. Oké, lejár az idő. Jó, akkor Scorch, kosztászoltunk. Zoltán, jó, akkor Skirmisher, sajnálom, nem jut eszembe egy hirtelen jobb, oké. Ó. Brina Bran. Nagyon király lap. Lap előnyhöz juttat engem, de viszont elvesztem a kört valószínűleg, hogyha 9 pontot átadok az ellenfélnek, mert ez az ő területére esik le. Én kezdem a játékot. Nincs lapom, amivel dobok. Kéne még egy longship, vagy egy kapitány ahhoz, hogy jól működjön ez az egész, amin van, de az a baj, hogy a raidereket eldobom, akkor már működnie kéne annak, ennek az egésznek. Úgyhogy ez így nem jó. Össze kéne volt készíteni ezt az egészet. Az élesztések jók lesznek ahhoz, hogy a Skirmishert, meg a kapitányt, meg a longshipet visszahozzam, hogyha elkezd szivatni. Vele viszont nem jöhetek le. Jó, kezdjük most az első kört szerintem a kapitánnyal. Megerősítjük amennyire lehet, és megpróbálunk minél több pontot behalászni vele egyszerűen. Ezt tudom indítani. Mert az a baj, hogy ez végül is az egyik nagy kombom kijátszása, amit az első körben nem igazán szoktak megtenni. Aha. Hát ebben a sorban szerencsére nem fogok nem megjeleníteni nem aranylapokat, úgyhogy ezzel nincs gond. Ja, oké, teljesen korrekt. Akkor jöhet a longship. Azután kezdhetek csak dobálni. Hogyha bármi történik ez idő alatt, megsemmisítik a lényeimet vagy akármi, akkor vissza kell hoznom őket. Szerencsére van két élesztésem, úgyhogy megteltem. Ebben a sorban sem fogok lerakni tök jó lapokat, ez így jó, csak az a baj, hogy most hiába van az egész. Ó, a lapelőnyömet megcsinálhatom. Úgyhogy most rakom ki Brina Brandt. Igen. És még nem kerül velemkor. Ha, ez így jó. Oké, adjuk neki oda most, ezt valószínűleg megnyerem így is. Oké, és ez már dobásnak számít majd, amit most csinálok, úgyhogy egységeket kell dobálni. Élesztés vagy ki? Egyértelműen Commander Sword-t kell hoznom szerintem, azt hiszem. Igen, hát ez egy klap, jó. Oké. Jó, ez rengeteg pontot jelentett már is a kapitánynak. Jó. Ez mi a rák volt? Ja, hogyha egy speciális lap. Én ezt miért hittem azt, hogy a saját... Nem olvastam el rendesen, szóval az összes nem arany egységre ő kiadta a hatás, hogyha egy speciális lapot eljátszik. Nagyon durva. Ezt még egyszer eljátszhatja. Jó van, de akkor most én jövök. És jöhetnek a kalózok. Ez erősíteni fog rajtunk. A kárgyahajón nem. Ja persze azért nem lőtt a hajó, mert az ellenfél oldalán nem volt lény, amit lőhetett, mert csak nem aranylapokra tud lőni, szóval ezzel nem volt gond végül is. Oké. Lőtt volna a hajó, csak nem tudott lőni.
De hát most nem tudok azzal mit csinálni. Hát ez remek. Jó van. Hát akkor jöhetnek az élesztések sajnos. De mindenki maga a kapitányt hozom vissza. Nagyon szivat engem, használja a speckó lapjait, oké, de nekem még van élesztésem. Viszont úgy látom, hogy ebből már nem tudom, mi lesz. Most ha eljátszom ezt az erős lapomat, arra megnyerjem az első kört, akkor mivel fogok nyerni a következő körökben? Úgyhogy mindent kidapok. Hát csináljuk, mert más nem tudok tenni. Ez egy drága első kör lesz. De hogyha megint megsemmisíti, akkor kész. Lehet, hogy passzolnom kellett volna egyébként, rájöttem. Most nagyon durva előre tett szert, amit nem fogok tudni behozni. De mondjuk, hogyha eljátszom a fai lapomat, akkor oké. Eldobjuk a két emberünket, megerősítjük a kapitányt. Már is megelőztem pontban, ami király. Élesztést hozzak vajon? Hát vagy van egy Ernionom, ami jó kis lapot adna nekem. Nem tudom. Az élesztés se rossz. De mit tudnék éleszteni? Borlongsipet meg kapitányt, kösz. Nem, nincsenek olyan jó lapja, amiket tudnék éleszteni. Úgyhogy nem. Ernion jó lenne. Talán hasznos lapokhoz juttatna engem. Meglátjuk. Jó, akkor jöjjön Ernion. Elvégre még van egy lapom, amit eldobhatok. Oké, feladja a király, ez így nagyon jól alakult végül is. Bár lapelőnye van, és én kezdek, úgyhogy nekem erősen nagy laphátrányom van. Pedig a paklin pont arra épül, hogy valahogy legyen lapelőnyöm, csak hát a főlapom az egy ilyen. Meg hát én kezdtem, úgyhogy ez is benne van. Na, viszont van egy kapitány. Ez tök király, az nagyon menő. Szerintem hozzuk is le. Ja, tök logikus, lehozzuk a kapitányt. Kik vannak a temetőben? Nem tudom, hogy fogom megnyerni a harmadik kört. Azt sem tudom, hogy fogom megnyerni a második kört. Aha. Ezek azok a lapok, amik nálam hiányoznak. Jó, akkor most jön Ermion, mert hogyha minden kötél szakad, akkor Queensguardot ki tudjuk dobni a kezünkből. Ha húzok még egy Queensguardot, vagy akármi. Akkor végül is vissza tudom hozni, és már egy kínzgál van a temetőben, úgyhogy ez egy menőség. Jó, jöjjön a barátunk. Kéne valami nagyon erős kombó a végére, de nincs meg a kombó a francba. Jó, ezt elvesztettem, nem. Hát, ezek nem hasznosak. Jó, most ez legalább rendelkezik némi HP-val, úgyhogy Limeritium bombát szerintem felejthetnénk. Nem fogja megerősíteni magát ennyi kör alatt már az ellenfél annyira, hogy használhassuk. Akkor őt dobjuk el. Igen. Már meg a Dimeritium bombát szerintem. Ja. Hát legalább pont előnyöm van. Ami úgy néz ki, hogy eddig tartott. De ez még tök menő, hogy a kültjét elhasznált egy ilyen kis gagyi sorra. Az nagyon királyújat nekem. Jó. Hát ha a Queensguard előjövök, akkor leívja magam el a másik Queensguardot, úgyhogy ezt érdemes megtartanom az utolsó körre igazából, ezt az egyetlen lapot, mert ez egy olyan lap, ami elég nagyot robbant a végén. Akkor robbant a legnagyobbat, hogyha három Queensguardom lenne a temetőben, de ez nem így van. Illetve két Queensguardom lenne a temetőben. Hát most az, hogy a hajóval előjövök, az a világon semmiben nem segít nekem, de pont ez a lényege a második körnek, hogyha az elsőt megnyertük, hogy jöjjünk rá olyan lapokkal. Ezt imádom, amikor Scorchot felhúzza magára. Square Tepokriba ezért nem teszek Scorchot. Mert tök hülyeség, hogy ezt így magad ellen is bevetheted. Jó, és Zoltán lesz az, akivel még pontot szerzünk, pont előnyt. Hát és mivel máshogy nem tudom felhasználni ezt az előnyt, gyengítem az ő lényeit. Így azért meg tudjuk harapni egy kicsit. Azt vissza kijátsz újra, és most egy speckulapot megint újra lejátszhat. Ami nekünk nem lesik jól, de még mindig előtte vagyok. Még mindig előnyben vagyok vele szemben. Jó, én akkor azt mondom, hogy passzolok.
neki egyel több lapja van, de minimum egy lapot kell játszani ahhoz, hogy megnyerje ezt a kört. Akkor jó neki, hogyha van egy adrenalin rása is, mert akkor szerezhet előnyt a következő körre, de ezekből a lapokból nem lesz annyi. Lehet, hogy mégis van esélyünk a győzelemre, hogyha lehozok egy Queen's Guardot, és rájuk fújok egy kürtöt. Az mondjuk tök menő lenne. Az egész menő összejönne. Ja, ez még összejöhet, jól. Scorch-et már használta, úgyhogy nem fogja egy lappal megsemmisíteni az egységeimet. Oké. Okay. Tetszik a dolog. Geráltot elhasználta. Tök jó, mindig jó, mintha a végén használta volna el. Remek. Ezek milyen kis langyos utolsó körök. Egyébként ne felejtsük el, hogy a Squirtle-ben van egy olyan lap, hogy lehoz egy Commander Neofreem-et mindegyik halott embere után. Nem, mindegyik speciális lap után, amit kijátszott valaha, és ezzel nagyon durva előnyt szerezhet. Na jó, nézzük, mi van a temetőben, mert most éleszthetek bizony. Hatalmas élesztést fogunk végrehajtani, ez nagyon durva lesz. Lehozom az élesztést. Lehozom vele. Hol vagy? Sigrulary fát, akivel lehozok egy priestet, akivel lehozom a Queen's Guardokat. Oh yeah! Ja, mondjuk egy Queen's Guardot hoztam le, igen. Miért a Queen's Guardot hoztam le, mikor a... Úristen, ezt most nagyon elrontottam a francba. Iszonyat nagy baromságot csináltam a végén, jó, de megnyertem. Jó, a Queen's Guardot nem szabadott volna kiválasztanom a végén. Belevestem abba a csapdába, hogy úgy gondolkodtam, hogy azt hittem, hogy mit három Queen's Guardom a temetőben van. Ez elég sokszor előfordul, és akkor tök jó fejleszteni egyet, mert mindhárom feljed egyszerre. De most, hogy a kezemben volt a Queen's Guard, azzal kellett volna fejeztem a másikat, és a élesztésre meg csak egyszerűen fel kellett volna hoznom egy másik lapot. Nem gondoltam át jól, akár veszthettem is volna. Mindegy, szerencsém volt megint. Nem voltak erősek az ellenfelek megint. Mi a fene? Máskor meg tökre megaláznak. Na jó van. Jó van, nyomjuk ezzel tovább. Mindenképpen. Mert eddig bevált. Eddig úgy néz ki, hogy bevált a dolog. De nem, az a baj, hogy nem nincs meg az az erős kombó. Szóval nincs olyan eset, hogy egy lényem nagyon erős lesz. Olyan erős lesz, hogy tényleg elvigye a játékot a hátán. Ilyen kis apró taktikázásokhoz kell folyamodnom ezzel a paklival, hogy az utolsó körben visszahozzak lényeket, úgyhogy lehetőleg ne nagyon maradjon sok lap a kezünkben, mert hogyha sok lap marad az emberek kezében az utolsó körben, akkor elkezdik erősíteni őket. Ezért nem veszítettem el az első kört. Na, végre egy ellenfél. Azért nem veszítettem el az első kört, mert a másodikban mindent belob az ellenfél, hiába van lap hátránya. Akkor is legyőz. És egyébként nagyon érdekes a kényszerítési dolog ebben a játékban, hogy milyen kényszerítéseket alkalmazhatunk az ellenfélre, de azt arra is rátérek majd szerintem nem sokára, mert ezek csak most kezdtek el így tisztává válni előttem. Ami a veterán gventesek előtt lehet, hogy már rég az. Valószínűleg. Na jó van, nézzük akkor, nem marad sok időm és eldumalom az időt. Meg a Kriuszkát megtartjuk, hiszen szörnyes paki ellen megyünk. Dobul lapjaim vannak, van dobul, oké. Élesztésem van, Skirmisher van. Jól passzol egymáshoz. Ez egész nagyon jól összeállt. Akkor mit kell csinálnom? Ez egy jó pakli. Cserélem a Skirmishert. Nem? Ez mindjárt jobb. Zoltán? Nem kellett volna. Ja. Jó van, akkor nézzük. Szörnyes paki ellen az első kört meg kell nyernem. Úgyhogy egy nagyon erős kombóval nyitok, és folyamatosan az a cél, hogy ne kerüljek pontban az ellenfél elé, hogy ne tudjon passzolni. És nekem ne kelljen laphátrányba kerülnöm, hogyha meg akarom nyerni az első kört. Úgyhogy a legerősebb kombóval nyitok, ami egyszerre elég sok lényt lehoz. Queen's Guardok hegye. Viszont az nem jó, hogy megkaptam azt a kisasszonyt. Mert most veszíteni akarok. Ja, akkor a raidereket kihozzuk. Na, ez 15 pont egy lap után, ez tök jó. A 15 pont egy lapért az nagyon király, főleg az, hogy nulláról jött elő. És a szörnyes pakli állandóan ilyenekkel szivat.
Az én szüleim paklimban nem voltak ilyenek. Az ellenfél mindig megtalálja amúgy. Bakker, én miért csináltam ezt? Úristen! Megint elrontottam. Hát le kellett volna jönnöm a kalózzal, és le kellett volna jönnöm a longshippel, és azután kellett volna elhasználnom ezt a kombót, hiszen úgy erős az egész pakli. Nagyon újak ezek a paklimban. Á, teljesen rossz az egész. Na jó, van akkor. Nem adom át neki az első kört. Hát szerintem ezt az egészet bebuktam most. Már most nem tudom, mit szivatok magam akkor. Így elrontani az elejét. Na jó, akkor mi legyen? Jó, jöjjünk le a hajóval, még diszkárdolhatok 4 lapot Brinna Brennel, de ez egy hatalmas zicser kihagyása volt. Szégyellem magam. Ja, mondjuk ez így király. Ha megöl igazán nem felmet, akkor kap az arcába. Jó, jöjjünk le a kalózzal. Á, de így azért rengeteg pontot veszítettem. Hát ebből tanul az ember, pedig nem játszunk keveset ezzel a játékkal, és most megszerezte az előnyt, sajnos. Ugyanannyi kártyánk van. Nekem megint le kell jönnöm valamivel ahhoz, hogy ne szívjam meg. Jó, ezzel diszkárdolni fogok egy kártyát, erősödnek a lényeim. Longship, nagyon király. Jó, Queensguard mehet a levesbe szerintem. Ez pont egy olyan lap, ami... Ja. Igen, és kapott egyet az arcába. Na, nagyon jó. Alám került pontban, addig jó, amíg mindig alattam van pontban, mikor én lépek egyet. Tehát ez tök jó. Nem baj, még mindig alattam van pontban. Kijövök a hajóval, aztán kijövök Brinna Brennel. Jó. És akkor megint erősödik a kapitány, és a hajó is majd lődni fog. Úgyhogy ez itt tök jó. Elvette, de nem baj, kapott egyet az arcába, és visszahozzuk mindenképpen, mert szükségünk van rá. Jó, gyerünk Brinna. Az a baj, hogy 9 pontot kap, és nekem meg kell nyernem az első kört. Szóval azt gondoljuk át, ő kap 9 pontot. Viszont veszíteni is fog pár pontot. Egységeket kell eldobnom, az viszont nagyon fontos. Ez a meccs nem a környezeti hatásokon fog áll vagy mukni, az már biztos. Úgyhogy nyomjunk egy King Brandt. Lapátrányba kerülök megint. Queensguard mellett a kukába, és a Clear Sky. És amit én kérek cserébe, az valami értelmes lap kéne, hogy legyen, amiről még nem döntöttem el, hogy micsoda. Jó van. Élesztés jó lenne talán. Az élesztés jó, hogy nagy ütne. Jó, nézzük meg így. Aztán lehet, hogy ezzel így jól betettem magamnak. Na, nekem most 9 pontot kell minimum alkotnom ahhoz, hogy ne kerüljek laphátrányba, összejöhet? Az élesztéssel nem tudok szerezni 9 pontot. És nem adhatok a kezére ennyi pontot hirtelen. Valószínűleg elbuktam ezt a kört. Bizony. Ja. Akkor legyen teljes a bukás. Hát a Queensguardot fogom választani, mert már van a graveyardban. Úgyhogy ezzel még hozhatok fel. Ezeket semmi értem választanom. De várj csak, de! Ezt kell választanom. Igen. Ezeket el tudom dobni. És annak ellenére adtam neki egy 9-szerűségű lényt. Egész jó kis előnyre tettem szert a rohadt életben, nem számoltam ki, de előnytemben vagyok, egy ponttal előtte vagyok, tök jó, még megy tovább a meccs. Oké. Na most még van értelme lejönnöm a kalúzzal, de lehozok még egy kapitányt inkább a színre. És nem tudom, hogy megnézem, hogy van-e ezüst lap a temetőben, ami hasznos, de nincs. Jó, akkor ezzel jövök le, mert ez gyógyulni fog, amikor... Jó, és hát a Queensguardokat majd később hozom le. De várjunk csak. Hé. Ja, csak egy Warlong ship volt a temetőben, az is jó. Jó, akkor visszahozzuk a Warlong shipet.
Oké, és a következő körben eldobom a kalózokat a kezemből, és egy hatalmas bombázás zúdítok rá. Kivehet valamit a... nem? Mit tud? Ja, hogy csak rezeteli a környezeti hatásokat. Jó. Na, akkor most megindítunk egy nagyobb támadást megint. Hogyha ezt a kalózt kijátszom, akkor a pakliból az összes ilyen kalóz bekerül, diszkárdulódik, ami azt jelenti, hogy beindulnak a bombázások, és erősödik a kapitány. Lássuk! Csak egy kalóz volt a temet. Ó, a másik kalózt meg korábban kijátszottam. Hát jó, végül is valamennyit kapott, viszont most megelőzött engem. Tök jó, hogy a kalózok nem érzékenyek a ködre. Az viszont nagyon menő. Nézte is, hogy mi van. Jó, ahhoz, hogy megnyerjem, már pedig meg kell nyernem, le kell hoznom a Queen's Guardokat. De a probléma az, hogy ha van egy fagyasztása, akkor megszívom. Elég csúnyán. Bár lehet, hogy ő is megszív, mert bukik 3 pontot, én is bukok 3 pontot. Á, nem jó ez itt teljesen rendben van. Jó, nézzük. Gyerünk, gyerünk Queen's Guardok. És erősödik hátul, erősödik a nem mondom ki a nevét, a gyógyítólapom. 52 pont, 12 ponton van. Jó, ez az. Igen, mondom, az a szabály szerintem egészen jól belőhető, hogy egy kártya 10 pontot ír egy jó esetben. Szóval 12 pontos előny az bőven elég ahhoz, hogy elbosszuljunk egy kört, szerintem. És az ellenfél valami jót. Hát ez így nem jó. Szóval bőven elég ahhoz, hogy elbosszuljunk egy kört, és az ellenfél... ...nek legalább 2 lapot ki kell játszani ahhoz, hogy tartsa az állását ellenünk. Az a problémám, hogy most én vagyok előnyben. De valami nagyon-nagyon jó lapot kell húznom, hogy az utolsó kört megcsináljam, az a baj. Mert azt tesz, ő megerősítheti a lapjait, lehozhat erős lapokat, és valószínűleg megtartja az utolsó körre azt a lapot. Nekem ilyen lehetőségem nincsen. Játszhatok vele egy ideig. De ezzel csak azt érem el, hogy lehozza a lapjait. Úgyhogy nagyon-nagyon necces a kérdés. Passzolok. Passzolok, és reménykedem, hogy valami nagyon jót húzok. A gyógyítást kéne húznom. Igen, nem adom meg neki a lehetőséget, hogy elvegye az erőmet, akár ezt a 4-es hajót is. Ideális esetben, hogyha nem nullázzuk le magunkat ennyire, akkor jól el lehetett volna játszani a második körben vele, és kihasználni azt, hogy én kalózkapitány, nem! 2 haszontalan lap, ráadásul nem is jönnek le egy sorban, ezt nagyon megszívtam, ezt már most elveszítettem, jó, akkor csak hozzuk le őket. Ezek pont azok a lapok, aminek szükségük van a többi lapra ahhoz, hogy erősek legyenek. Egy ilyen lap az, ami a végére való. Az tökre a végére való. Gyere kapitány. Maximum 5, már most megnyerte, én maximum 5 pontot tudok magamon javítani. Teljesen megvannak azok a lapjai, amik az utolsó körben nagyon jól ideillenek. Jó van, kész. 26 pontot összeharásolt magának 3 lapból. Vagy két lapból összeharácsolt magának 26 pontot. Több az, mint amit az ember elhinne. Mert az én elméletem szerint az ideális eset, ami már jónak számít, az egy lap 10 pont, vagyis 20 pontot kellett volna összeharácsolni a két lapból. 21-et meg volt a lapból egy pontja. Ezt mondd annak, aki lehozza a végén azt a lapját, ami az összes speciális lapja után lehozza a Commander Neo, vagy Commando Neo Freemeket, és akkor így megjelenik 10 darab lény a pályán, egy lap lehozása után az utolsó körben. Jó, mondjuk ezt én is megtehetem, hogyha ügyesen összeállítom az élesztéseimet. Nem, mert nagyon megszívtam a végén, rossz lapokat húztam nagyon. Na jó, nyomjuk még. Nem tudom, hogy mit változtathatnék a paklimon. Még további arany és ezüst lap kéne bele, hogy jó legyen. Na. Hát az egész paklit össze kéne állítanom igazából úgy, hogy minden teljesen klappoljon benne, és ne legyenek benne ilyen Zoltán töltelék lapok. És akkor mondhatnám azt, hogy igen, a pakli kész van, meg kell tanulni használni, és azután el lehetne dönteni azt, hogy ez most egy jó pakli, vagy sem. Hát a Kriszkát cseréljük. Na, van egy kalózunk. Nincs kalózkapitány, viszont van longship, az tök menő. Ez a lap mindig előny, ezt nem dobnám el soha. Szeríz az nem erős lap, hiszen nincsen Queen's kártyaim.
nehéz szívvel dobnám el, de úgy néz ki, hogy el kell dobnom. Skirmisher. Hát a Skirmisher erősebb egyébként önmagában, mint a Zeriz. Én igazából még bármi lehet, még bármit húzhatok. Úgyhogy a Dimeritium bombát cserélem, hát ha kijön egy harmadik élesztés, nem szeretném eldobni. Szóval az első kört meg kéne nyernem. Nem, az első kört el fogom veszíteni. Jó. Akkor téged cserélünk. Hermionnak jobban örülök. Lehetőséget ad nekem további kombinációkra. Na nézzük akkor, oké. Valószínűleg ezt az emberét fogja erősíteni. Oké, kérdés, hogy csatába szálljak-e vele, vagy csak szóljam ki a rossz lapjaimat, aztán a végén hozzak elő egy Brynna Brandt. Valószínűleg ez lesz a megoldás. Azokat a lapokat játszom ki, amiknek nem venném hasznát, akkor, amikor tényleg pontot gyűjtök a kombinációk összejátszásában. Szóval a Skirmisher az egy olyan lap, ami az első körben tök felejthető. Igen, egy jó erősítést kap majd a másik lapja, igen. De egyelőre minket ez nem érdekel, megpróbálunk játszani vele. Nekem lapelőnyöm van, amit szeretnék megtartani. Ezek a lapok mindenképp kellenek ahhoz. Mindegyik. Sajnos nem tudok tovább játszani vele. Ez az összes lap kombinációban egymással, amit kombinációban áll egymással, ami itt van, kivéve az élesztéseket, de hát nem tudok mit éleszteni, úgyhogy teljesen nagy baromság lenne kijátszani egy ilyet. Finzgárdom sincs, amit eldobhatnék a kezemből, úgyhogy az első körnek hamar vége lesz. Egyszer... De bakker, ez is kombinációban áll. Akkor viszont rámegyünk az első kör megnyerésére, hoppá! Oké, csináljuk. Jöhet a hajó. Viszont ahhoz mindenképp kell nekem egy kalóz kapitány, hogy teljes legyen, mert nincs elég olyan lap, ami előnyt szerez, akkor, hogyha dobálok. Nyerünk, barátom, válasz? Jó van. Nem egy erős választás. Ja nem, ez azért jött le, mert oké, értem, persze. Mert ez diszkárdolta. És azért jött le, mert diszkárdolódott. Ilyen kombó van nekem is. Na jó van. Nézzük, hogy mivel csinálja. Ja igen, most ki kell keresnem egy lapot. Valószínűleg az lesz, hogy most kikeresek egy kapitányt. Igen, nem szeretnék elkezdeni diszkárdolni nagyon. Amíg nincs meg a kapitány. Úgyhogy jöhet a főlapom. Kikeressük a kapitány. De mindenképp diszkárdolok egy lapot, ami ki is kerül a kezembe, ugye őt, mert pocsikolni meg nem fogok, viszont az egyik élesztést feláldozzuk erre az akcióra. Lehet, hogy később jól jött volna. Nagyon király, elkezdett lőni a hajó. És akkor jött az egyik kapitány, hát jó lett volna téged felhúzni korábban. De akkor lejövünk a kapitánnyal, és kétszer fejlesztetjük, hogyha bármi van. De a kapitány lejövetele után elkezdhetjük nyomatni a diszkárdolós lapokat, és remélhetőleg rendesen oda píthatunk neki. Bár az a helyzet, hogy ő meg nagyon erőssé tudja változtatni magát. Például ezzel! Még egy Dimeritiumban most jól jött volna. Érdemes még harcolnom? Hát meglátjuk, mi lesz, tanulunk belőle. Most elpusztíthatja nyilván. Nem. Következő körre készül jogosan, mert elég nagy pont előnyben van. Oké. Ennek mindjárt elejét vesszük. De még mindig nagy a pont előnye, úgyhogy valószínűleg most passzolnia kéne. Én tuti passzolnék a helyében. Ott van a 10-es lapja le. Igen. Oké. Igen, ezt jó váírom neki, igen. Ezt megnyerte. Igen. Túl későn raktam le a kombóimat, egyszerűen nem jött össze jól. Hamarabb kellett volna kifejlődnöm, hamarabb kellett volna több pontot gyűjtenem. Lehet, hogy a Skirmishert nem kellett volna kiraknom. Így erős kombókat használtam el fölöslegesen. Nem érzem. Szerintem nem érzem jól. Jó, akkor jött ő. Hát legalább csináljunk valamit. Hát most a Restorationt vagy... Hát azt hiszem őt fogom. Nem, őt, mert ez 3 egység, ezzel még gyengíthetek rajta. Az a baj, hogy őt azért erősítettem, bakker, rendesen.
Ja, ennyi. Semmire nem mentem ezzel az egésszel. Szépen felerősítettem az emberét. Ki kellett volna kapnom ezt az embert, amíg lehetett volna, csak nem volt olyan ember, amivel kikapjam. Igen. Erre épül, ez egy nagyon fontos részfeglalatnak, hogy azokat az embereket kiszedjük az ellenféltől, akik problémát okozhattak nekünk, de nekem a jelenlegi paklimban nincs ilyen lapom. És nem is igazán fér bele. Hát így is 29 lapból áll a pakli. Valamit rosszul csinálok. Na jó van, szerintem ez bukó lesz. Hát főleg, hogy lehozta a második ilyen erős lapját. Hát kapitányt hozhatnék vissza, longshipet. Hát meg, igen, őt mondjuk tök jó, hogy eldobtam, vissza tudom hozni. Kezdjük így akkor? Kezdjük-e visszahozni az embereinket, akikkel talán még elérhetünk valamit nagy nehezen. Jó van, csináljuk. What do you need? Igen, és akkor jöhet a lap, hát ez csak azért, hogy ő maga a saját HP-ját belevigye a dologba, és akkor szerintem jöjjön a kapitány. Még bármikor fejleszthetjük. Ja, kapitány kérek. Igen, ez így jó lesz. Hát az egész helyzet rossz, de mindegy. Gyengít mindenkit, aki megjelenik a pályán. Ez egy nagyon király kombó, ezt én is szeretném majd használni. Egyébként ez tök menő. Szóval most bárkit kirak, ezek itt erősödnek. Ez tök király, amit csinál. Nekem is lehet, hogy ebben a irányvonalban kellett volna elindulnom. Jó, akkor hozzuk vissza a hajókat. Király, közben lőnek is. De most, hogyha visszahozom a hajókat és elkezdem lövöldözni az embereit, mire megyek vele már nem azért? Rossz az egész. Hát arra megyek vele, hogy széterősítem az emberét. Jó, hozzuk vissza őt, legalább lesz egy kis ereje. Teljesen rossz az egész. Nem jó. Gyenge vagyok. Nagyon ki kellett volna kapnom az elején, csak semmi sem nem volt rá. Akkor jöjjön. És az a baj, hogy ugye rá vagyok kényszerítve, hogy nyerjek, mert az első kört nem nyertem meg. Queensguard az menő mondjuk. De amit dobok, azt te leszel. Hát és úgy néz ki, hogy a Queensguard egyébként. Ja. Jó van, menjen a Queensguard a levegőbe, majd visszahozom, hogy tudom, ha akarom valahogy. De nincs pontom, nincs erőm. Nincs olyan kombináció, mint neki, amivel azért hozza a Warriort. Nincs olyan kombináció, mint neki, amivel tényleg nagyon-nagyon erőssé tenném magam. Szóval most azt, hogy itt pózkolom a lapokkal, és a kapitányi valahogy erősödik, meg fa, az nem ugyanaz, mint amit ő csinál. Szóval sokkal jobban erősíti magát. Na jó, mit hozzak? Visszahozok egy embert esetleg. Van egy Queensguard, két Queensguardom a temetőben, ami jó erőt képviselne. Tudnám trombitálni a Mili sort majd. Úgyhogy csináljuk azt. És persze meglövöldözgeti őket azért annak rendes módja szerint, rohadt maci. Most még örülnöm kell annak is, hogy ez a három pont előnyön megvan. De akkor lehozza a Warriort. És egyébként még simán lehet nála egy ilyen rátrombitálás, és hatalmas előnyre tett szert, úristen, folyamatosan erősíti őket. Ez tök jó, ezt én is ki akarom próbálni. Nem tudom, én rakat pontot elköltöttem arra, hogy ilyen paklim legyen, amilyen most van, és nem sokra megyek vele, azért majdjuk be. Na jó, van akkor Zoltánnal erősítjük az első sort, mert arra akarok trombitálni. Ja! Ja! Én kérek elnézést! Persze, mielőtt kifejtje a hatását a papagáj, lelövik. Jaj. Teljesen blokkol. Az a baj... Az én paklim azért valahogy arra épül, hogy ilyen kis sebzéseket okoz az ellenfélnek, legalábbis a hajukkal részben, és ennek teljesen ellenáll ez a pakli, amit ellenem felállít. Egyetlen esélyem van. Hát egy Queensguard, de mikor már annyi Queensguardom van. És azt is csak így eldobtam, ja. Na jó van, 19 pontot gyűjthetek, ami döntetlenre elég. Egy rohadt döntetlenre.
De várj, csak ebben a sorban több. Hát ezt a sort kell felfújnom, és akkor jó vagyok. Hát persze. Oké, okay. De hát a lap előnye az megvan sajnos, az tökre megvan, szóval ez egy hatalmas bukó. Örülök, hogy nagy nehezen megnyertem a második kört. Ó, az kócs, azzal lehet nyerni. Legalább egy élesztés lett volna, vagy valami. Jó, hát akkor adjuk fel. Jó van, ezt még gyakorolni kell, úgy látszik. De akkor igen, ennyi. Ez most egy ilyen csúnya véggel érve. Na, nekem is ez a lap kellett volna a végére. És akkor most nézzük meg, hogyan játssz el a végét, mert azért ez mindig szép. A macit hozza vissza. A macit. Nincs értem a macit visszahozni, nem már kombóban semmivel. Persze, most arra gyúr, hogy nagyobb sebzésre legyen. Na jó, hát ennyi. Ja. Nos, tehát ennyi lett volna már a gwentezés, de a legjobb dolgot még a végre tartogattam, mert ez nem véletlenül egy Mikulás napi videó. Nem azért az, mert sapka van rajtam, és nem azért az, mert vettem pár hordót a játék elején, hanem azért az, mert ennek a videónak a végén szeretnék külön köszönetet mondani azoknak, akik végignézték a teljes videót, és ezt abban nyilvánítanám meg, hogy rendeznék egy gwent kulcsokból álló nyereményjátékot. Mert páran jeleztétek a kommentek között, hogy mennyire szeretnétek kulcsot, de igazából nem vennétek meg, mert úgyis ingyenes lenne a játék. Én pedig úgy vagyok vele, hogy ez egy nagyon kis apró ajándék, sok embernek adhatok be előle, mert többet vettem, nem mondom meg pontosan mennyit, mert lehet, hogy egy-két kulcs besült, úgyhogy majd a fix kulcsokat fogom csak kiadni, de a lényeg az, hogy ezzel minél több embernek adhatok ajándékot, és hogyha tényleg csak annyit adok, hogy pár nappal előbb elkezdtek játszani, mint ahogy normális esetben megkapnátok a kulcsokat, szerintem az is elég örömet okozna bárkinek, aki tényleg, akinek tetszik a játék. Na, de akkor a részleteket leírom majd itt valahol, hogy hogyan, meddig, mikor, én pedig köszönöm a figyelmet, sziasztok!